Minden város olyan életkeretnek vehető, melynek sajátosságai és egyedisége van. Lelke azoknak a városoknak van, melyek múlttal rendelkeznek. A felsoroltakból következik, hogy minden város igyekszik megőrizni jellegzetességeit, hangulatos utca és városképét, mindazokat a városi látványokat, amelyek emlékezetünkbe vésődve kirajzolják az adott város mentális képét. A hely szelleme a ma már műemléknek számító objektum, építési lokációja kiválasztásának gyakorlati, kultikus, esztétikai szempontjairól mesél. Ha helybéli példákkal élünk, szenteljünk figyelmet a szabadkai zsinagóga oltárának, a távoli Jeruzsálemet fürkésző kelet-nyugati tájolásának. A városháza karcsú, jellegzetes tornya a század eleje óta mutatja a toronyirányt a messziről jött vándoroknak, kereskedőknek. A hiúságával kérkedő Reichl-palota a szabadkai vasútállomástól vezető platánokkal szegélyezett utca tengelyében épült. Díszes homlokzatával szinte ámulatba ejtve az újonnan érkező utazókat, akik a hajdani Erzsébet parkon keresztül igyekeztek a főtérre, ahol újabb csodák, cifra épületek várták őket. 1888-ban a városi közgyűlés egy határozatot hozott, miszerint kiszárítják az akkori Rogina-Bara területét. Előzőleg is történtek már kísérletek, még az 1790-es évek végén, ellenben ez nem járt túl nagy sikerrel, és később, mikor a vasúti pályaudvar ide került a mai helyére, akkor nagyon nagy szégyene volt a városnak, hogy tulajdonképpen egy lápos, mocsaras mélyedés volt itt a vasútállomás előtt, és a városnak egy olyan ötlete támadt, hogy kiszárítva ezt a mélyedést új háztelkeket teremt a környékben. A telkek létrejöttek a Rogina-Bara kiszárításával, azzal, hogy két évig hordták a homokot, hogy feltöltsék az akkori lápos területet, és hát tulajdonképpen parkot létesítettek helyette, a mai parkot, amit annak idején Erzsébet parknak neveztek el, Erzsébet királynéről. Mamuzsit Lázár polgármester példát statuálva megvásárolta az egyik legimpozánsabb telket, és elkezdte építeni saját palotáját. Reichl Ferenc műépítész, aki apatini születésű volt, Budapesten fejezte tanulmányait. Pártos Gyula meghívására Szabadkára jött, rögtön nagy barátságba került az akkori polgármesterrel, elnyerte a bizalmát, és hát a kedvenc építészévé vált. Nagyon sok megbízást kapott abban az időben, és mint építési vállalkozó is nagyon sok épület építésénél jelentkezett Szabadka területén. Mamuzsics Lázár polgármester példáját követve Reichl Ferenc is, aki most már jobban állt anyagilag, rögtön három telket megvásárolt a helyszínen. Tulajdonképpen ez a három épületnek a telke, ami most itt áll. A középső telket valahogy a vasútállomás tengelyébe, a saját háza részére képzelte el, míg a baloldalit egy bérpalota részére látta elő, a jobb oldali az pedig a mai magyar konzulátus épülete. Tehát mind a három épületet ő tervezte és ő emelte. A kibicablak sajátos páholy Mamuzsit Lázár volt polgármester számára. A körülmények folytán a hatalmától megfosztott polgármesternek végre lesz ideje arra, hogy elüldögéljen, hogy olvasson és meditáljon kedvelt kibic fensztere mögött családi palotájának emeletén. Amikor Reichl megismételhetetlen alkotói lendületével és egyedülálló épület együttesével eltakarja lakásadója és barátja kilátását, Mamuzsit egy sokkal árnyaltabb és több jelentésű látvánnyal lesz gazdagabb. Kényelmesen elhelyezkedve kibic ablakában, az 57 éves Lázár ismét azzá válik, ami volt, világpolgárrá. A hátam mögött, az ablakon át látszik egy kibic fenszter. A kibic fenszter tulajdonképpen a nyugalmazott polgármesternek az emeleti ablaka, az a kibic fenszere, amelybe az öreg ül,
újságot olvas, folyóiratokat, amit kap Európa városaiból, Bécsből, Berlinből, Londonból, Párizsból, és figyeli onnan, hogy épül a Reichl palota. A századfordulón, vagyis a 19. század és a 20. század találkozásán ez egy érdekes mozzanat. Vagyis a polgármester, a Lázó Mamuzsics, amíg polgármester volt, ő volt a városiasodás, a Szabadka kapitulizációjának az elindítója. 1902-ben, amikor történnek itt a dolgok, a századforduló művészete hatol be ebbe a városba, először a zsinagógánál, ez már másik polgármester alatt van, a Bíró Károly ide alatt. Az fogja majd megteremteni a városházát. Az első tervet, amit 1903-ban nyújtott be a városi építészeti hatósághoz, azt a hatóság sajnos elutasította szépészeti hiányokra hivatkozva. Arra a végzésre rajzol, alkot, a Reichl egy új tervrajzot, és arra tervrajzra jön megint a szépészeti bizottság végzése, amelyikben az van írva, hogy szépészeti szempontból nem csak, hogy kifogás alá nem esik, de annak kivitele épp szépészeti szempontból kívánatos is. Miért mondom ezt? Azért, mert indulatok segítik a tervrajz megrajzolását, vagyis a palota megalkotását. Tulajdonképpen 90-valahányba megnősült a Reichl Ferenc, a fiatal építész. Szabadkán kezd dolgozni, első sikerei vannak. Ő tele van erővel, és építi a családi házát. Szabadjára engedte a fantáziát. Ezek szerint a Reichl azt mondja, akkor most én megépítem a magam elképzelését is. Megépítette. Sajnos terveket nem találtunk mai állapotról. Valószínű, hogy az építész ugye saját maga, saját építési vállalata által vitelezte ki a munkálatokat. Épületek is a föld és a nap gyermekei. Tudva azt, hogy a nap szimbolikusan és valóságosan is az életnek, a teremtő erőnek a megfelelője, a Reichl palotáról most úgy szeretnénk beszélni, mint az élet felé forduló házról. Ez a Reichl palota reggel dialógust folytat a nappal, felkelő nappal, és formálja a homlokzatát, mint egy csodálatos színpadot. Ugyanaz a nap, amikor lenyugszik, az udvari oldalról csinálja a nagy játékot, és akkor az a hátsó oldala mutatja a épület konstrukcióját, mutatja a színeket, mutat egy másik világot. Ez a egybehangolás a természettel, ez tulajdonképpen a szecesszió stílusnak egyik részlete. A másik az, hogy funkcionális, az itt van a városnak a közepén, ott van a vasútállomás. Amikor jön a polgár Szabadkára, a platánsor végén találkozik ezzel a csodálatos színpaddal. A Lechneri szecesszió nagyon erős hatása tükröződik rajta. Egy gyönyörű, hullámos, szecessziós homlokzatot találunk, amelynek a központi motívuma a kapu és a bejárati rész, amely, hát a kovácsolt vas kapu, az egy szívmotívumot ábrázol, ami talán azt jelképezi, hogy az épület nyitott szívvel vár mindenkit, aki be kíván lépni. A bejárat két oldalsó részén oszlopok, gyönyörű szecessziós oszlopok találhatók,
amelyek siklósi vörösmárványból faragtattak, és az épület homlokzatán nagyszámú zsolnai kerámia található. Két akcentusa, két emberi arc, az egyik egy női, a másik egy férfi arc, amely szinte rácsodálkozik az előtte álló világra. A homlokzat kiképzésénél Reichl még muránói üveg mozaikot is alkalmazott. Az ablakokat annak idején Roth Miksa műhelyében készült üvegfestményekkel üvegeztette be. Ha belépünk az épületbe, akkor egy nem túl tágas, de megfelelő méretű előtérbe jutunk, ahol most is vagyunk, és innen vezet fel a központi, nagyon reprezentatív lépcső az első emeletre, ahol tulajdonképpen a lakószobák voltak. Az épület építészeti térelrendezése az immár nagyon modernnak számít. Látszik, hogy egy tehetséges építész tervezte saját maga részére, aki már előre látott a jövőben. Bizonyos mértékben a funkcionalizmus megjelenik a tervében, ugyanis a különböző helységeket tolóajtókkal választotta el egymástól. Az aszfaltjárdák és a parkok, a szilárd útburkolat és az utcai közvilágítás és természetesen a villamos sínek nem csak a városiasodás előhírnökei, hanem az urbanizálódás bizonyítékai is egyben. A monumentális fatörzsek túloldaláról pedig, a vasútállomásról ide hallatszik a mozdonyok füttye. Különösen a Budapest-Zimonyi vonat által Szabadka az európai vasúti hálózatba vétetett fel, és innen, mint valóságos gócpontból, hat irányba nyílt meg előttünk az egész ország. 1899-ben a tudás és a tapasztalat összefonódásával, az európai építészeti irányzatokkal egy időben Szabadkán is megkezdődött a saját szerkezetű és stílusú építkezés. Reichl Ferenc azon kevés számú elhivatottak egyike, aki álmoknak, látomásoknak a materializálódását tette lehetővé a szecesszió csodájának életre hívása révén. Mintegy bizonyítva a jó és rossz egyensúlyának meglétét Szabadkán, amely a paraszti földhöz ragadtság és az európai szárnyalás között vergődött. Szabadkán a szecesszió a zsinagóga épületével tört be, amely 1900 és 1902 között épült. Tudjuk azt, hogy Jakab Dezső és Komor Marcell tervezték. A másik lényeges épület, ami mérföldkő volt, az a már említett Leovics palota. A Reichl palota volt talán Szabadkán az első, amely ugye 1903 és 1905 között épült, amely ben teljes mértékben kibontakozott a szecesszió magyar változata. Tudjuk azt, hogy kalotaszegi motívumokat alkalmazott, magyar építőanyagokat, zsolnai kerámiát, stb. Európai példákat is szem előtt tartott, kicsit talán emlékeztetnek bennünket Gaudi építészetére. Gyöngyszemi Gaudi is van Szabadkán ezzel az épülettel. Szecesszió stílusa átfogó, homogén, minden beletartozik, egy gondolkozásmód, nem itt, az egész Európában Art Nouveau-nak hívják, új stílus, amelyik az új világ felé néz, új idők felé néz, mert a századforduló mutatja, hogy jön a 20. század, egy század, amelyikben a lehetetlen is valósággá bír megformálódni, megfordítva is sajnos. A Reichl palota egy jelkép. Jelképe nem csak a századfordulónak, nem csak a szecesszió művészetének, hanem a város városiasodásának és egy új lap megnyitásának a civilizációs történelemben. A szecessziónak van építészete, van iparművészete, a szecesszió gondolatmenete van a zenébe, az irodalomba, a könyvkötészetbe, minden felé megvan, és tulajdonképpen az alkotás is nem egyéni dolog, hanem az alkotás egy összefort, kollektív, közös munka. De ugyanakkor az anyagszerűség,
A funkcionalitás, a szerkesztés elindítja a modern művészetek felé az utat, a modern építészet felé. A Reichl az legjobban kimutatja azt a párbeszédet az ember természetes környezetével. Palics megmutatja azt abban az építészeti ensemble-ben, amelyikben épült a női fürdő, amelyikben épült a nagy terasz, vagy ezek a többiek. A sportban megmutatja a Vermes, vagy a Szárics, aki repül. Hogy történhetik meg ez egy provincióban, egy városban, milyen például Szabadka, vagy Zombor, vagy Becskerek, vagy valami? Úgy, hogy vannak valószínűleg egyének, akik előre viszik a dolgot, és vannak, akik őket támogatják, és vannak emberek, akiknek van fantáziájuk, és képesek a jövőben látni valamit, amit az ember elérhet, ha akar. A Reichl palota sok mindenen ment keresztül. 1948-ban megint múzeum lett, és utána modern képtár lett. A szabadkai építésznek számító Reichl Ferenc dicstelenül fejezte be életét. Több csődöt követően eltűnt Szabadkáról, s elfeledve halt meg Budapesten. A Reichl palota azonban kapcsolódik ahhoz a tájhoz, mely lelkületünket kinevelte. Azzal, hogy az örök metamorfózist, az örök változást, a végtelenséget, az örök fejleszthetőséget, a befejezetlenséget, mint az idő szinonimáit helyezi előtérbe. Szabadka egyik leggazdagabban díszített épületében a képzőművészeti találkozó és a Modern Galéria kapott helyet. Moderna Galéria Likovni Susret. Az intézményt a Szabadkai Járási Tanács alapította 1962-ben azzal a feladattal, hogy évente rendezzen kiállítást a Jugoszláviában működő művésztelepek résztvevőinek, és szervezzen a művésztelepi mozgalommal a modern képzőművészettel kapcsolatos országos szintű szimpóziumokat. Napjainkban a Vajdasági Művésztelepek Dokumentációs Központja. A képzőművészeti találkozó 1968-tól évente megrendezte Jugoszlávia első országos kerámia szemléjét, az országos grafikai biennálét, hazai és külföldi művészek egyéni és csoportos kiállításait. Helyszíneivel, érdekes rajzolatú nagy-nagy területeken izgalmas hangulatot teremtett. Szabadkán szembetűnő, hogy a kiállítások, tárlatok az élő képzőművészet eseményeivé válnak. Közönség és művészet egymásra találva él itt együtt. A Modern Galéria egyúttal centrum, központ, ahol képi hangok szólalnak meg. A festészet és a szobrászat írja vászonra vagy kőbe üzenetét, a grafika pedig inkább verset ró a papírra, rézlemezre. Átfogó, visszatekintő tárlatait rendkívül jelentős, főként vajdasági kortárs művészek alkotásai gazdagítják. Az intézmény tetőterében grafikai műhely működik, ahol időszakonként meghívott grafikusok dolgoznak. E vizuális küldetéssel eredményesen próbál hidat verni hagyományos és időszerű között. Igen, a tradíciót és az aktualitást őrzi, közvetíti nekünk. Mindennek köszönhetően a Modern Galéria gyűjteménye állandóan gyarapodik. A sokszínű kulturális együttműködés a Szabadkai Képzőművészeti Találkozó Modern Galériájának mindenkori törekvése volt. Ezért megszervezte, lehetővé tette a vajdasági művészek részvételét külföldi szimpóziumokon, kiállításokon. Ma magyarországi és horvátországi intézményekkel történik meg leggyakrabban a barátkozás, a tapasztalatcsere. De jelen vagyunk Macedónia, Montenegró, valamint Svájc, Németország és Anglia képzőművészeti életében is. Fontos a kiadói tevékenységünk is. A tárlatokról katalógusokat, kiadványokat készítünk. Nagyszerű érzés ebben a patinás épületben dolgozni. Amikor pusztulásnak indult városunk dísze, az építőmesterek remeke, a Reichl palota, nehezen ugyan, de sikerült kieszközölni a tatarozását. A jeles épület teljes felújítása 2005-ben fejeződött be, amikor is visszanyerte eredeti kinézetét. A Reichl palota zsolnai kerámiával, gazdag színekkel, kovácsolt vassal díszített épülete tekintéllyel, felhívó erővel bír,
felhívja a figyelmet a képzőművészeti találkozó tevékenységére és hozzájárul az intézmény imázsának kialakításához is. Magunkénak tudjuk az épületet, vigyázunk rá, törődünk vele, közben magasztaljuk szépségét. Mindenütt Reichl Ferenc szellemét véljük felfedezni, és ez jó érzéssel tölt el. A szecesszió épületének létrejöttét valójában a természet törvényeinek megértése és követése iniciálta. Olyan építési anyagokat választ, melyek kötöttség nélkül szabadon formázhatóak. Az így megépített hajlék a természetet modellezve, illetve alapul véve és abba belesimulva szolgálja az embert és természetes környezetét. Az építész egyéni szabadsága már a szecesszióban is nagyra értékelt volt. Erre legszebb példa a zseniális Reichl Ferenc személye és építészete. A Modern Galéria kurátora szerint az építésznek nem külső célok felé fordulva, hanem saját fantáziájának mélységébe kell keresni a kibontakozás lehetőségét. Reichl Ferenc építészeti hitvallása akár a befejezetlenség követelménye is lehetne. Ha jól emlékszem, akkor valahol a iskolás koromban történik az, hogy először bejövök ebbe az épületbe. Kíváncsiság vezetett be szerintem, mert nem emlékszem pontosan. Valójában szerintem láttam valamilyen plakátot, amely invitált, hogy belépjek. És mikor végleg itt vagyok az épületben, akkor megtörténik az a csoda, amely néhányszor az életemben tapasztalható volt számomra. És valamilyen nem könnyen megmagyarázható magnetizmusként ez az épület, ez az érdeklődésemet így elnyerte, tetszésemet elnyerte, minden csodájával, ami benne látható volt. És valójában nem vagyok benne biztos, hogy Reichl Ferenc, amikor megálmodta ezt az épületet, így, ahogyan van, hogy gondolt arra, hogy mi, aki ma bejövünk ebbe az ő családi házába, hogy mit fogunk érezni és gondolni. Én ma úgy szeretek e ház iránt viszonyulni, mintha egy műalkotásnak a szerkezetébe lépnék bele, a lelkébe, amely egyben beszél nekem magáról, a Reichl Ferencről, mint egy különleges képességgel rendelkező alkemistáról, aki tudta megérezni a természetnek az óhaját, hogy az emberekkel kössön szövetséget. Inkább ilyen kódokat tudunk érezni és elfogadni őket, és ezek a kódok alapján viselkedni és alkotni. És Reichl szerintem nagyon jól meg tudta érezni ezt a kodexet, ezt a kódot, amely a természet megsúgott neki. Ennek az épületnek minden apró pici kis része különleges. Úgy ez az ablak is szerintem egy remek mű, amit mögöttem van, több mint 100 éves, és annyira kiszáradt szegényke, hogy néhány évvel ezelőtt már nem is tudtuk sem kinyitni, sem becsukni, és akkor azt csináltuk, hogy valahogy nagy nehezen leszedtük, közben szét is esett egy picit, és elvittük egy asztaloshoz, aki annak a régi ablak formáját tökéletesen lekopírozta. Az udvarból, ahol tudott lazítani és magának elnyerni azt a nyugodtságot, amely a város kellős közepé megtörténhet neki. Szeretem ezt az ablakot azért, mert úgy, mint maga az épület, tökéletesen beleillik, azért, mert másmilyen. És ez a másság, ami az épületre vonatkozik, ami elképesztő, ami megható, ami megfogja az embert, szinte döbbenetes, amikor valaki, aki először Szabadkán jár, és szembe találja magát ezzel az épülettel, ugyanezt a érzést tudja magáévá tenni. Azt tudjuk, hogy a szecesszió az minden szabálytól eltér. Ez volt egy ilyen általános ábra, hogy ami egyenes, melyik nem tudom menni. Itt a szecesszióban, ami ferde lehet, az mindig ferde lesz. És amennyire az ellenkezik a statika, meg ilyen építészeti logikával szemben, annyira a természetnek a logikájával összhangban van. És ez az, ami engemet talán ennyire boldoggá tesz, mikor itt sétálok az épületbe, hogy megállok itt is, akkor meg tudom csodálni, hogy milyen képzelő erőből jönnek ezek a kis csodák ki.
milyen az ez a kisugárzás, amit Reichl meg tudott érezni, mert ez par excellence kortárs abban a pillanatban, amikor létrejön. Ettől modernabb nincs. És egy olyan modernizmus, amely emberhez méltó. Sokszor gondolkodom azon, hogy miért nem ismerünk olyan modernizmust ma. Ez a balkon, ez különösen érdekes hely, mert itt, ezen a kis térségen található néhány a szecesszió építészetre jellemző dolog. Néhány ilyen pici kis csoda. Az első, ez a kovácsolt vas kerítés, melyen a Reichl kedvenc motivuma látható. Ez a szívmotívum, mert mint leitmotívum az egész épületben ismétlődik különböző formában. Itt van az égetett sár, a vajdaság egyik nagy csodája. A sár vízzel összedolgozva, szárítva és égetve. A semmiből csodát. De valahogy itt vajdaságban ez egy tökéletes, a már említett természet és ember közti szövetségnek a bizonyítéka. És akkor itt van ez a csodás mozaik, ami nem sár, hanem üveg. Olvasztott üveg, Olaszországból hozta, Murano-ból és a Ravénából. A mozaik technika az egyik legtartósabb technika a világon. Nem lehet tönkretenni, és az idő vasfoga sem fog rajta semmit tenni, kivéve az emberiségnek a barbár eljárása. Hál' Istennek erre itten nem jött még sor, és itt van, lehet nézni és megcsodálni. És amikor nézem ezt a mozaikot, akkor nem tudok másra gondolni, mint a középkori templomok dekorációjára, a román stílusra, mert már említettem, mert véleményem szerint ott még valahol a középkorban és a reneszánsz kezdetig, ott valahol, ahol Botticelli még fest, ott érezhető ez a már említett többször ez a szövetségnek a harmóniája. Reichl tulajdonképpen magyarországi diák, a Lechner Ödönnek egyik tanítványa, és a Lechner az megálmodta a magyar szecessziónak a változatát, ugye a Neue Kunst, és jön Szabadkára, és hozza a modernizmusnak a legfrissebb termését ide Szabadkára, és itt létrehozza ezt az épületet, mely kívül is kerámiával, égetett földdel, meg belül Stukó-Malterban, leggyakoribban megvalósítja ezt a ferde, befejezetlen folyó kis vonalat, amely háromdimenziós lesz, mint a növénynek a szára. Ez egy vonalnak a játék, annak a ritmusa. Amikor így beállok ide ebbe ezek az ajtófák mögé, közé, és így rátámaszkodok erre az ajtóra, úgy érzem, hogy a műalkotásnak a részével váltam itt. És ez olyan fura érzés. Most ami először eszembe jutott, az volt, hogy meg kellene festeni saját magam így itt állva ebben az ablakban. És úgy gondolom, hogy most itt mi volt? Itt volt a hálószoba, vagy például háta itt volt a fürdőszoba? Egyesek azt mondják, hogy ebben a helyiségben volt a Reichl-nak a fürdőszobája. És itt ez a motivum, ami látható, erre gondolok. Ez úgy részben megvan a szecessziónak a ritmusa, de nagyon népies maradt. Talán azért, mert ezeket a színeket használták, amikor felújítottuk az ajtófát. Ráállítólag ezek voltak az eredeti színek, amelyeket még Reichl használt, hiszen tudjuk, hogy a zöld szín az szerepelt bent, belül. És ez a szívmotívum, ez itt is egy kis ilyen ajtófa munkálatba, kiemelve ezzel a kék színnel, egy nagyon érdekes ritmust hoz létre. Úgyhogy itten talán nagyon szószorosan a dekoratív elemek után nyúlt Reichl, mert valahol ezt úgy észrevétlenül csak úgy becsúsztatta, hogy ez ott van, nem annyira szembetűnő. Ez az egy kör séta véget ért, ami mellesleg egy végtelen kör séta lehetne, mivel a Reichl úgy tervezi az emeleten a dolgokat, hogy az egyik szobából bele tudunk lépni a másikba, míg nem térünk vissza ugyanarra a helyre, ahol
be is érkezünk. Van egy ilyen szimbolikus jelentősége annak is, hogy ez a kör ilyen végtelen, tulajdonképpen számtalanszor még járható kör, melyben úgy vehetik én részt, mint ennek az intézménynek kurátora, de úgy szintén minden más látogató is, aki ide bejön, az megteszi ezt a sétát, és itt bejön, azon az ajtón bemegy, és ezen az ajtón meg megérkezik. És megtette a kört, lezárta, valamit befejezett, de ha van kedve, akkor indul még egy kört, és megcsinálja még egyszer, ezzel szimbolikusan az egész intézménynek a jelentőségét is tudnám kihangsúlyozni, mivel hogy ez egy kultúrotthon, ez egy olyan épület, ez egy olyan intézmény, ahol olyan tartalmakat tudunk bemutatni embereknek, megosztani velük, amely boldogságot, örömöt tud szerezni nekik, élményt tud adni, és hát van ettől szebb sors egy ilyen épület részére. Szerintem, ha Reichl ezt most tudna, vagy éppen látja, akkor egy boldog ember lehet. Egy palota, amelyik állandóan valamilyen módon ott állt a haladó szellem mellett, formájában, szerkezetében, dialógusában, ahogy ment a nap reggeltől estig, évtizedtől évtizedig, századtól századig, úgy a Reichl palota is kiállta a helyét.